Zsetont kap a vásárlás után ez a férfi a nyíregyházi Tesco áruházban. A kasszák előtt felállított urnánál aztán tájékozódik és megfontoltan dönt, melyikbe dobja be az érmét. Ön választ, mi segítünk, ez a neve a Kereskedelmi Lánc közösségi kezdeményezésének, amely még 2017-ben indult és 4 országban hirdetik meg évente 2 alkalommal. A vásárlók helyi civil szervezetekre szavazhatnak. Minden vásárlás után 1 zseton kapnak, szavazást 4 hétig tart, 4 hét után lezárásra kerül a szavazás, és a díjazásokat átadjuk a résztvevőknek. Tavaly éve indult az, hogy minden résztvevőnek adunk most már pénzjutalmat a szavazások után, hogy jó tékonyságra tudják ezeket fordítani. Az első helyezett 400 ezeret, a második helyezett 200 ezeret, a harmadik helyezett pedig 100 ezer forintot kap, és ezt utónkövetésre megnézik, hogy tényleg jó helyre mentek-e ezek a pénzösszegek. Az áruházlánc pályázat útján választottak ki a 3 nyíregyházi szervezetet, az Állatbarát Alapítványt, a Mazsola Egyesületet az Egészséges Családokért, és a Rejtett Kincsek Down Egyesületet. Utóbbi EQ a négyzeten a Mi Gyermekeink a Jövő Szülői című érzékenyítő programjával pályázott. Fogyatékossággal élő és tipikus fejlődésű gyerekeknek szervezünk közös programokat. Kisiskolás, óvodáskorú gyerekeknek itt 10, vagy hát attól függ, mennyi forrás sikerül gyűjteni, mennyi zsetont kapunk a pályázatban. Minél több zsetont kapunk, annál több csoporttal tudjuk megcsinálni, de terveink szerint egy olyan 500-600 gyereket be fogunk vonni ebbe a programba a város óvodáiból és iskoláiból, ahol nálunk a Csodavár intézményben pedagógusok, gyógypedagógusoknak egy tervezett programján keresztül próbáljunk hatni a gyerekek érzelmi intelligenciára, hogy elfogadóbbak, toleránsabbak legyenek és nyitottabbak legyenek a fogyatékossággal élőkre. A programokat szeptember és január között valósítják meg, havonta 2-3 csoportot fogadnak majd. Az áruházban 2 urnába lehet bedobni a pénztárnál kapott zsetont. A nyíregyházi egység egyébként más tevékenységeken keresztül is megvalósítja a társadalmi felelősségvállalást. Legutóbb például játszóteret festettek a Rejtett Kincsek Egyesületnél, emellett óvodákat és iskolákat is támogatnak.